Hallgassunk meg egy 60 éve végzett régi diák visszaemlékezését. Fogadják szeretettel Ulik Ferencet. Engedjék meg, hogy bemutatkozzak, mint már mondtam, hogy Ferenc vagyok, és abból a korosztályból ketten képviseljük a Dósa Gábornak, az Ácsúrral ezt az egész korosztályt, mert a többiek már sajnos nincsenek közöttünk. Sajnos élőtársas. Mi vagyunk a háborút gyerekek, a háború első évében születtünk, akkor már hétre igen csak veszelte. És sok-sok csupa májonára tettünk meg, ilyen deltársak legyünk. Sok, nagyon csupa volt. A életünk folyamán ez a 60 év a gombozból kiraknánk elérni a rajtói. És sok. Köszönöm szépen a tanári karnak, és üdvözlöm őket, és szeretettel az ifjúságot, az énekeseket, mert dal nélkül, meg vers nélkül az élet savanyú, nincs se sava, se korsa. Tehát ezzel mert az unalmas hétköznapokban a robot, az a monoton munka, vagy fütyülni, vagy dalolni kell, hogy kibírjuk az életet. És ha megkérdeznék, hogy mi a hosszú élet, ha nem tudom megmondani, soká kell élni. És jó kedve. Aztán még a 53-as tanévkörön itt voltunk a 3000 termesben, csak visszaemlékszik az ember, és átjöttünk ide, mi az 53-54-es tanévben 8-osok, akik akkor voltunk már csak 22-24-en. A Murai tanár úr volt az osztályfőnökünk. Nem tudom, az idősebbek emlékeznek rá, aranyosak voltak a tanárunk, és hálás szívvel emlékszünk vissza, hogy minket tudatlan lepulókat, az alapokat megtanították, vagy úgy, hogy megúzták a fülünket, vagy a húzunkákat, vagy szép szóval. Nekem a szívvel is úgy, hogy a rosszra is jó szívvel emlékszünk vissza, mert ez a 60 év, ez a csúnyaságokat is elfelejtettük. És köszönöm a tanári karnak még egyszer, hogy a gyerekeimet, az unokáimat tanítják, és talán a dédunokáimat is fogják tanítani. Jó erőbe, egészségbe. A fiatalok fele meg annyi, hogy az 53-54-es évek már nem politizálni akar a konszolidáció volt abban az érában meghalsz Dálint Béria, a menőmanó elmentek, és egy kicsit gazább lett a helyzet, már a TSZ-eket sem szorgalmazták, én Moriszra így emlékszem vissza, mint politikára, és egy kicsit gazább lett a helyzet. 54-53-ban volt a fotballvilágbajnoksággal, se felejtsük el, és ezt gondolom, hogy mindenkinek a szíve csücske, mert az aranycsapatot még most is emlegetünk. Nincs foci, nincs az ifjúságnak, nincs lelke, menni kell sportolni, kell érdekelni sportolni. Azóta nincs olyan csapat. Az 54-es évben maradtunk, és hát az is egy nagy élmény, fiataloknak mondom, hogy csináljatok fényképet, ne csak a telefonon, hanem legyen meg a örökítve az életetekben az, hogy mikor vallaktatok, az egy olyan felemelő érzés, hogy az alapokat megadta az iskola, és elindított a nagy élet fele, ami visszaemlékezve az nagyon lélekfelemelő lesz, hogyha meglátjátok azt a fényképet, ami majd elkészült vallagáskor is, az egy nagy ünnep. Azt kívánom mindenkinek, hogy jó egészségbe töltsétek el a fiatalságotokat, és legyen sikerélményetek az életben sok, és a tanárbácsikra úgy emlékezzetek vissza, jó szépen, hogy aranyos volt mind, mert a 60 év az hosszú év.
lett, és megszépíti az emlékeket. Akár súlya, akár szép emlék, feldobja az emlékeket. És ha már így a költészet kavarokat az egyetemben, a Baranyos fiúkig ilyen hosszú verset mondtam, engedjétek meg, hogy én is elmondjak egy verset nektek, hogy azért, hogyha kettő vagy három tanuló megszereti a költészetet ezáltal, az én elmondottam által, akkor már nem hiába kapottam. Ezt szeretném mondani a Bajta Jánosnak a 20 év múlva című versét. Nem az szó, nem az szó, csak megtenem. Előtte azt kellene tudni a Bajta Jánosról, hogy volt egy reménytelen szerelme, Krakovék Herodiának hívták, ez volt neki a Gina volt a múzsája. Minden költőnek volt múzsája, Juhán Gyulának az Anna, a ő, mindenkinek volt múzsája. Ezt még az Arany János is megírta epilógusába, hogy szerették a tölgyek alatt arra, ahol ott szeretett lenni a Margit szigeten, és akkor őskák alatt múzsán elvárnám. Úgyhogy minden költőnek a múzsája, visszatérnék nem csapongok. Vajda János reménytelenül szerette ezt a Krakovi Georgirát, ez egy Cseborgé lánya volt, és vagy a lány, vagy az apja visszautasította, úgyhogy nem jött létre a rendezvény. De 20 év múlva még mindig emlékezett arra, hogy volt egy Ginája. És ebben a versben mondja el azt, hogy szerette őt, ez egy vallomás. És ebben benne van lélek, vallomás, földrajz, minden. Tehát egy verset úgy kell elemezni, hogy oda képzelem magam, ahova öltől látja a hegyet. Arról van szó, hogy a gondolatot látja a végén, csak azért mondom el, hogy tisztában legyünk vele, hogy hol állhatott a költő. Fölmegyünk Franciaországba délről, Avignon felől, ahol a pápa 70 évig fogságban volt. 8. nem Napóleon, valamilyen 8. atyának a pápát odaüzték. És Avignon felett a Rófolyó már megállunk, és nézzük keletre, az olasz és a svájci határnál a Monta majdnem 5 kilométer hosszú, mint a sűsjátok felállítanák a hegyére és nézzék. Na most jön a becs, hogy megsüti a nap ezt a havas hegyet, és akkor a szóképés, meg a látkép is összejött. Köszönöm a türelmüket, mondom a becset. Majd a János 20 év múlva. Mint a Montblanc csúcsán a jég, minek nem árt, se nap, se szél, csöndes szívem többé nem ér, nem látva újabb szenvedély. De néha csöndes éjszakán, elámulkozva egyedül, múlt évcsúcsán tündér talán, hacsúi képet felmerül. S ekkor még szívem kigyul, mint csöndes téli reggelen, magva a körök hava, a túl, a fölkelő nap megjelent. Köszönöm a türelmet! Thank you.
szemes, szerény, kedves ember ismertünk meg a személyében. De azóta nem hallottunk róla, legalábbis én nem. Úgy tudom, hogy rövidesen tápírószercsőről lennünk. És minden tanárunknak köszönetet mondok, amiért minket megnyitják. Években együtt dolgoztam.
Még azt hozzá szeretném fűzni az elmondottakhoz, hogy hát végül is mondtam, hogy nagyon szerettem a munkám a pályában, de nagy szerencsém volt, hogy én a Tárpó-Szecsői általános iskolában kerülhettem be, mint tanító. Hát abban az időben ugye az a régi rendszer volt, hogy Kulák, és sajnos az én szüleimet és édesapámat, aki kereskedő ember volt, Kuláknak minősítették, és hát annak ellenére engem felvettek az iskolába pedagógusnak, én nagyon boldog voltam, és mind végig gondolkodtam, az még nyugdíjban nem